kvízjátékkal melegített be a Kosztolányi Dezső Színház 21. születésnapján az esti ünnepség és előadás előtt a Kosztolányi Színház társulata és a közönség, a nyertes csapat pedig jegyeket nyert a Desiré előadás egy-egy estéjére. Öt csapat, azaz mintegy 35 játékos vett részt a Kosztolányi Dezső Színház színház történeti kvízpartiján, ahol Kiki megmutathatta, mit is tud a színházi előadásokról, fesztiválokról, a díjazott vajdasági színészekről, valamint hogy jártasak-e a musicalek világában. Meglepően jó eredmények születtek. Nyilván egy nagyon színházas csapat lett az első, akik azért már szakmai emberek is voltak benne, de hát a gimisek is nagyon jó szerepeltek. Az esti előadás helyett idén közönségtalálkozót tartottak, amit Urbán András moderált. Jelen voltak a színház alkalmazottai és a színészek egy része is. Dimitrov Nikoletta, a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium tanulója nagyon élvezi a KDS előadásait. Kiragad az életből, és valami olyat mutat, amit az iskolában nem találok meg így a tantárgyak között. Nem beszélünk ezekről a dolgokról, amikről itt hallok, és aztán tudok beszélni olyan emberekkel, akik ugyanezt nézték, és ugyanúgy itt voltak. Hétfőn este ugyancsak félházzal ünnepeltek, de a hangulat bensőséges volt. Azt nem tudtuk, hogy hányan lesznek, hogy hányan nem. Végül is hát ez az ilyen 50-60 ember, aki itt volt, ez így nagyon bensőséges és meghitt. Vannak emberek, akik hiányoznak, vagy nem értjük, hogy esetleg miért nem jöttek el, de most én attól nem sírok, hogy a politikusaink nincsenek itt. Urbán András igazgató azt is elmondta, hogy már 2006 óta új történetbe helyezték a Kosztolányi Színházat, és ezért nem az alapítás dátumát vagy az első bemutató időpontját határozták meg a színház születésnapjaként, hanem november 9-ét, amikor Kosztolányi Dezsőt az önképzőkörből, később a gimnáziumból kirúgták. A már 7. éves Desiré villamosa rendezvényüket is a születésnapnak szentelték.